A 10 parancsolat. Dr. Erdő Péter, bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek tanítása. A második parancs. Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot. Budapesten, a Várban, az Úri utcában vagyunk. Erdő Péter bíboros atyával folytatjuk azt a sorozatot, amit már évekkel ezelőtt elkezdtünk. Most a 10 parancsolat következik. Köszönjük a lehetőséget bíboros atyának. A keresztény katekétikai felosztás szerint a 10 parancsolatnak a második tagja, hogy Isten nevét hiába nevedd. Ezt a parancsot a mai zsidó felosztás harmadik parancsnak nevezi, de hát erről már korábbi alkalommal szóltunk, hogy miért. Az isteni név védelme azt jelenti, hogy Isten szent voltát nem csak a képi ábrázolás tilalmával, nem csak a bálványimádás és tisztelet tilalmával, hanem a verbális védelemmel is óvja a 10 parancs. Tehát az embernek ki kell fejeznie Isten végtelen fölsége és szentsége iránti tiszteletét azzal, hogy a nevére nem hivatkozik szükségtelenül, tiszteletlenül. Mit is jelentett pontosan a kivonulás könyvének 20. fejezetében ez a parancs? Hát a megfogalmazása is kicsit hosszabb volt. Azt mondta, hogy az örökké való nem hagyja büntetlenül, aki hiába mondja ki a nevét. Ebben egy nagyon komoly fenyegetés is van. Hasonló fenyegetés van néha az Ószövetség könyveiben más bűnökre is. Például a Példabeszédek könyve 6. fejezet 29. versében nem marad büntetlen a házasságtörő, mondja a szöveg. Na most ez a fajta büntetés, ez megragadt nem csak a kortársak, hanem a késői utókornak a lelkében is. Olyannyira, hogy a keresztény érában az államok a káromkodást kifejezett bűncselekménynek tekintették, és büntették is. Például Magyarországon, ha a Corpus Juris Hungaricit lapozgatjuk, akkor az 1563. évi 42. törvénycikk kifejezetten azt mondja, hogy mivel hazánkat olyan szörnyű, súlyos csapások érintik és sújtják, mert elterjedt a káromkodás és a átkozódás, ezért azt, aki Isten nevével, szentségekkel káromkodik, azt első ízben, ha tetten érik, akkor meg kell vesszőzni, másodízben botbüntetés, harmadjára pedig, mint a gyilkost kell megbüntetni. Tehát igen súlyos volt a büntetés, érthetően, mert a közösség félt attól, hogy Isten valamiféle természeti csapással megtorolja az ellene elkövetett sértést. Na most a név hiába vételét szintén sokan magyarázták már, ha az előző parancs tiltotta a bálványkészítést, hát itt most megint csak egyesek, például Gerhard von Rád, arra gondol, hogy Isten nevének a mágikus használatával függ össze a névhasználat tilalma. A későbbi zsidóságban is, aki a nevet ismeri, aki a nevet kimondja, az valamiképpen a név viselőjét kényszeríteni tudja arra, hogy megvédje, vagy éppen végrehajtsa azt, amit ő kíván. Tehát ezt a fajta mágikus használatot kívánja mindenképpen tiltani a parancs, mondja Gerhard von Rád. Természetesen egy ilyen hozzáállás sértené Isten szabadságát, hiszen Isten végtelenül szuverén, és mi semmilyen módon se jó, se rossz cselekedeteinkkel nem kényszeríthetjük őt. Másképpen áll a dolgok összefüggése, magasabban kell értelmezni mindazt, ami jutalomra, büntetésre, ígéretre vonatkozik. Na most ugyanakkor az is feltűnő, hogy a tilalom irányult a hamis eskü ellen. Erre több bibliai példa is van, és valóban maga Jézus is tanít bennünket arra, hogy ne esküdözzünk, és ráadásul nem is csak magára, a mindenható nevére, hanem ne keressünk kibúvót, és a templomra, vagy a templom aranyára, és így tovább.
ezekre sem esküdjünk, hiszen ez is a mindenhatóval van kapcsolatban. Tehát a szent dolgokat is tiltja, hogy ilyen módon használjuk. Jelente ez egy teljesen merev és totális eskütilalmat? Hát vannak olyanok, akik többé-kevésbé fundamentalista módon így értelmezik, hogy semmilyen esküt nem lehet letenni. Ugye a katonaságnál is volt ebből mindig, emlékszem is, hogy hát esett, hogy valaki azt mondta, hogy olyan kisegyházhoz tartozik, amelyik neki még a katonai esküt is tiltja, mert ott van benne, hogy esküszöm, és az nem lehet. A katolikus hagyomány az nem ennyire merev. Na azt mondja, hogy csak a igazságra, igaz dolgokra és a bíróságnál. Tehát in justitia, in judicio, in veritate. Azaz, még az esküvel megerősített ígéret is lehet megengedett dolog, amennyiben az ígéretet megtartjuk. Ha pedig a dolgok valóságára tesz valaki esküt, ez is lehet megengedett akkor, hogyha az igazat mondja. Tehát a hamis eskünek a bűne és büntetése, illetve az eskü szegésnek a bűne és büntetése az, ami a későbbiekben mind az egyházi hagyományban, mind egyes kultúrákban, a világi törvényhozásban is megjelenik. Tehát itt az esküről azért annyit érdemes megjegyezni, hogy ez azt jelenti, hogy Istent tanúnak hívjuk fel állításunk vagy ígéretünk igazsága mellett. Tehát nem minden ígéret, nem minden fogadkozás számít eskünek. Azonban arra vigyázzunk, hogy könnyelműen használva Istennek a nevét, még akkor is, hogyha nem kívánunk ezzel éppen esküdözni vagy átkozódni, de mégis komolytalanul használjuk, ez is beleütközik ebbe a parancsba, amely egyértelműen az Isten iránti legnagyobb tiszteletből fakad, és ennek a megtartását kívánja a beszédben is. Na most nagyon fontos dolog az, hogy ezt a tilalmat nem csak negatív értelemben kell venni, hanem a parancsnak van egy pozitív üzenete is, ahogyan a katolikus egyház katekizmusa ma felhívja a figyelmet. Azt mondja, hogy a isteni név méltatlan emlegetését kerülni kell. Azonban tiszteljük a nevét azzal, ha segítségül hívjuk, áldjuk, dicsérjük, dicsőítjük. Tehát nem a név kimondásának a tilalma a keresztény hagyomány szerint ennek a parancsnak az üzenete, hanem Isten nevének a tisztelete. Az is kérdés persze, hogy mit értünk Isten nevén. Nyilván Istennek az ember nem adhatott nevet, hiszen emlékszünk a Teremtés könyvéből, hogy a teremtett állatokat vonultatja fel az alkotó az ember előtt, aki nevet ad neki, és amilyen nevet ad neki az ember, éppen az volt az igazi nevük. Tehát olyan elképzelése rejlik a Teremtés könyvének a leírása mögött, amely szerint a teremtett létezőknek van valamilyen belső tulajdonsága, valamilyen lényege, amit a teremtőtől kaptak, és ezt az ember képes megragadni. Na most nem így áll a dolog Isten és ember között. Istennek mi nem adhatunk nevet, és nem is vagyunk képesek fölérni ésszel az ő lényegét. Ezért van az, hogy igazi neve neki csak az a kimondhatatlan név, amivel ő bemutatkozik. És az ő bemutatkozása az én vagyok, aki vagyok, az ő bemutatkozása a négy betűből álló név, az mindenképpen eltér minden más névtől. Na most van, aki azt mondja, hogy az isteni névre vonatkozó tilalom, az csak erre az egy héber névre vonatkozik. Ezért hát körül lehet írni, és más nevekkel, vagy akár a modern nyelveknek az Isten neveivel nyugodtan lehet élni, mert ez nem maga a négy betűből álló szent név. Hát ez szó szerinti értelemben igaz. De ha a parancs lényegét tekintjük, akkor észre kell vennünk, hogy ott mégiscsak Isten személyisége és Isten lényege iránti végtelen tiszteletről van szó. Ha pedig számunkra egy másik modern szó jelöli őt magát, akkor bizony azt is
tisztelettel kell kiejtenünk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy más neveken viszont illethetjük őt negatív jelzőkkel, vagy pedig esküdhetünk hamisan rá. Na most a segítségül hívás, az áldás és a dicsőítés keretében az isteni névnek a kimondása az nagyon is építő, mert azt a magatartásunkat erősíti, hogy mindennel Istennek tartozunk, hogy ajándékként fogadjuk el a világot, a saját életünket, és keressük az akaratát. Tehát olyan érzés Isten nevével imádkozni, Isten nevét dicsérni, hogy ezt beleillesztették főleg a keleti szerzetesek a saját lélegzéssel egybekötött imájukba. Persze főleg Jézus nevét, és a Jézus ima az pontosan erre az emberi magatartásra ad egyfajta választ, hogy hogyan tudunk mi kvázi Isten ritmusára lélegezni. Persze ez is emberi törekvés, de nagyon mélyen érintheti az emberi szívet, és átalakíthatja az ember magatartását. Tehát a második parancsolatból, a negatívumok kerülésén kívül nagyon sok pozitív üzenet is következik. Adja Isten, hogy ezt is meghalljuk belőle. Az Isten nevére szeretnék visszaugrani, hogy ha a nevet, mint nyelvi jelenséget nézzük, akkor a különféle kultúrák, azok hogyan találják meg a kifejezését a kimondhatatlannak? Például mi Isten nevünk honnan jön, vagy honnan jön a Gád és ehhez hasonló nevek? Hát ez egy érdekes kultúrtörténeti kérdés. Azt mondják, hogy a milyenki az közép-ázsiai perzsa eredetű talán. Még az is lehet, hogy a magyar nyelv ősi rétegeiben más nevek vagy elnevezések is felfedezhetők. Na most a indoeurópai nyelveknél ott szintén hát a Bóg, a Gád, a Gott, másrészt a Deus, a Zeus, ugye, szintén ezeknek az indoeurópai nyelveknek a hagyomány régebbi, mint az egyes nyelvek, ahogy külön váltak egymástól, és amelyek szavak az ma az egyisten megjelölésére használunk, hiszen keresztény kultúrkörben mozgunk, és ezért az Isten névnek a tartalmára is az egyisten hit szinte visszasugárzik. Tehát a legfőbbet, a legnagyobbat illetjük ezzel a névvel. Tehát ebből azért egy olyasmi rajzolódik ki, hogy a nagyon ősi időkben a nyelvek, ezen nyelvek szétválása előtt is, mintha lett volna egy olyan legfőbb istenség, vagy egy olyan legfőbb hatalom, amelyben jobban hittek, amelyet jobban tiszteltek, mint a többi istenségeket. Tehát mondjuk a görög panteonban nagyon sokféle isten van, vagy a germánoknál. Érdekes, hogy 2 évvel ezelőtt, mikor Gandecki érsek úr tartotta itt a Szent István napi beszédet, előtte beszélgettünk a magyarság megtéréséről. És hát ő nagyon azt hangsúlyozta, hogy hát a pogány bálványoktól, és mit tudom én. Aztán mondtuk, hogy hát az ősmagyaroknál kifejezett sok istenhit és bálványimádás nem volt olyan erős, inkább az animizmus jelei mutatkoznak, amin ő hát kicsit csodálkozott, de megértette, hogy ez egy másik útja volt a vallástörténetnek. Szóval ebben az összefüggésben az Isten fogalom is persze, hogy kell, hogy tisztázódjék a népek között, de ismétlen van olyan elmélet, amely szerint a legősibb fokon az egyetlen legfőbb iránti lenyűgözöttség volt az embernek az alapérzése. Tehát mint egy ős kinyilatkoztatás, ami aztán a kultúrákkal színes mitológiákra bomlott szét, de a valódi, most már történelmi kinyilatkoztatás útján megint elindult az egyisten hitnek a tisztulása. Tehát a választott népnek a körében, majd pedig a kereszténységben. Igen. Bíboros úr idézte a katekézist, ugye az a zsinatnak a eredménye, a mostani katekézis. És az lehet, hogy egy új istenképet is rajzolt a zsinat nekünk, meg talán a 10 parancsolat új értelmezését is hozta számunkra. Hát azért
új istenképet nem mondanék, én azt mondanám, hogy maga a II. Vatikáni Zsinat nagyon sok mindenben, még az egyházról szóló tanításban is, inkább csak a hangsúlyokat tette máshová, de nem hozott elő olyasmit, ami merőben újdonság lett volna, hiszen a katolikus teológiában a vadonat új az nem az igaznak a szinonimája, hanem inkább az ellentéte. Tehát azt hiszem, hogy az Istenről beszélve természetesen az irgalmát, a jóságát hangsúlyozzuk, de az igazságosságot mindig hozzá kell csatolnunk. A kettő Istenben egybeesik. Tehát ha mi csak azt mondanánk, hogy ő mindenkihöz egyformán kedves, az igaz, hogy felkelti napját jókra és gonoszokra, hogy Jézust idézzük, de az is igaz, hogy Jézus megígéri, hogy az idők végén majd elválasztja a jókat a kosoktól, tehát hogy bíróként különbséget tesz az emberek között, aszerint, hogy ki hogy élt. Tehát ha minden egyforma lenne, és minden automatikusan a legkellemesebben történne az összes emberek életében, független attól, hogy mit tesznek, akkor sok mindennek nem volna értelme. Talán magának az életnek se, ha jól meggondoljuk. Viszont az az igazság, hogy a kinyilatkoztató Isten az ember számára a szabadságnak az útját jelölte meg. Mert minden más lény az állatoknál. Hát ott benne van Isten jó indulatában, a saját természete szerint születik, fejlődik, elpusztul, közben éli az életét, megvannak az örömei és a szenvedései, de nincs meg a szabadsága. Na most, ha az ember is ilyen lenne, tehát függetlenül attól, hogy ő hogy él, akárha az az isteni kellemes irgalomnak a folyama lenne is csupán, de abba belesimulna, akkor nem volna ember. És Isten egy hatalmas kockázatot vállalt azzal, hogy ember teremtett, mert párbeszédre hív önmagával. Szabadságot ad nekünk. És ez a létezésnek egy egészen más minőségét jelenti. Ha tetszik, néven szólít minket. És akkor visszatértünk a névhöz, hogy és ezért megfogalmazódik bennünk is a kérdés, mint Mózesben, hogy mi a te neved? Ő pedig nem mutatkozik be úgy, mint ahogy ember az embernek bemutatkozhat, hanem azt mondja, én vagyok, aki vagyok. Másképp van, sokkal teljesebb értelem van, értelemben van, mint ahogyan mi létezünk, de mégis ezzel a bemutatkozásával párbeszédre hív minket. Sőt, azt mondja, hogy ha kérdezik, hogy ki küldött, mondd azt, hogy aki van, az küldött engem. Tehát még igazolásképpen is megengedi, hogy hivatkozzunk rá, de csak akkor, ha az akarata szerint járunk el. És akkor csodák kísérhetik az ember útját. De ez az kell, hogy ilyen szinkronban, ilyen közösségben legyen az Istennel. Ahogy az ember megteremtődött, hogy alkotsunk embert a képünkre és hasonlatosságunkra, ezt mindannyian forgatjuk magunkba, hogy mit is jelent ez nekünk. Én ezt két értelemben fordítottam le magamnak. Egy, abban, hogy szabadságot adott, kettő, hogy alkotó erőt adott. Tehát, hogy az isteni tulajdonság bennünk az alkotó erő. Na most ez a kettő együtt pedig egy életutat jelent, és a 10 parancsolatot számomra az segítette megérteni, mikor valamelyik öreg papbácsi elmagyarázta nekem, hogy te fiam, ezek nem tiltások ám. Ezek az élethez való jó tanácsok az Istentől. Bármelyiket nézed, ez nem arról szól, hogy téged bármiben korlátozna, hanem téged véd, vagy a gyerekedet védi, vagy a feleségedet védi, vagy a vagyonodat védi. Ez egyáltalán nem tiltásról szól. És ez a második parancs is, ahogy most megvilágítottad, valóban erről szól. Hogy is használd ezt? Úgyhogy igen, gondolj rá, isteni dicsérd, áld a nevét. Tehát, hogy azt akartam kérdezni, hogy kicsit foglalkozunk az, hogy milyen élettanács a második parancs? Hát olyan, mint a mi atyánknak az első mondata, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Tehát Isten személyisége, Isten lényege
méltó a mi oldalunkról arra, hogy legszentebbnek tartsuk, hogy dicsérjük, és hogy ő legyen az életünknek a zsinór mértéke. Tehát ez a második parancsnak is a legfőbb üzenete. És ebből következik, hogy a negatívumokat pedig kategorikusan el kell utasítanunk. Tehát ennek a beszédünkben, ennek a viselkedésünkben is meg kell mutatkozni.